egyes. Jó, újra. Mi van? Majdnem 10 év kellett a japánoknak ahhoz, hogy összehajtogassák ezt a szögletes origami-szerű kis autót. A sok évi kísérletezés után 84-ben megszületett az MR2-es, ami egy középmotoros kétüléses sportautó lett. A formaterv annyira jól sikerült, hogy elmentek a találgatások, vajon honnan lopatták az ötletet a japcsik? Egyesek szerint japán mérnökök húzták be a Lotus-tól a terveket, mások viszont azt állítják, hogy a két cég közötti jó kapcsolatnak az eredménye a Toyota MR2-es. Akár így, akár úgy, nagyon jól sikerült az autó. Maradjál már! Akkor menjünk fel egy kört. Hát most így elsőre, hogy beültem, ez vissza a jövőbe. Puritán japán jutott elsőre szemben, de hát ez a gomsor meg ezek a fűtésrendszer szabályzónak a gomsorai eléggé úgy festenek, mint egy Suzuki autó. 1984-ben volt az év autója is. Nevezték újságok Paki Drakitnak, vagy az ezüstöt Silver Bulletnak. Ez vissza a jövőbe. Egy kis legenda is terjeng a nevéről. Franciául ez kimondva merde szó, hát az ürüléket jelenti most. Ezért meg is változtatták Franciaországba, csak MR néven bolszeket le. Beleszereltek egy fogyasztásmérőt. Na most egy sportautóba fogyasztásmérő. Mindig narancssárgán villog. 86 után raktok bele T-top opciókat, ami ebbe ugyan nincsen, de... Ugye jössz, Angliába Mr. 2-nak hívták. 1989-ben adták ki a leges-leges legdurvább szériát, a Super Edition névre hallgatott. Ebben nem csak azok a extrák, amik az összes eddigi extra volt az autókban megtalálható volt, hanem még felkérték a Momót, hogy csináljon váltókart, kormányt, ezen kívül Recaro Milano üléseket raktak az autóba, klíma, T-bar, minden megtalálható volt benn. Egy ilyen változat, mint... Manapság nagyon nehéz olyan MR2-es találni Magyarországon, főleg ami ennyire egybe van, mint ez. Ha ránézzünk elsőre, az eszünkbe, hogy ez most jött ki a gyárból. Nekem ez a légbőmből nagyon megtetszett, igazi Ferrari is. Például, hogyha Budapest utcáin megyünk vele, akkor volt olyan, hogy kisgyerekek rohangáltak utána, hogy anya, nézd, ez egy Ferrari, szóval vagány autó. A 70-es évek közepén, amikor elkezdték tervezni ezt az autót, még az volt a koncepció, hogy létrehozzanak egy praktikus és gazdaságos családi kisautót. Ehelyett azonban egy sportautót hoztak létre, két üléssel, középmotorral, hátsó kerék meghajtással, praktikusságáról pedig győződjünk meg. Hát ez nagyon kicsi. Ez a Pedro kell. Nézzük meg közelebbről. Ezt a 950 kilós autót egy 1.6-os, 124 lovas, dupla vezérmű tengelyes motor hajtja, hengerenként 4 szeleppel, de mi is ez a T-Wiz? Megmondom őszintén, nem tudom, de kérdezzük meg erről szakértőnket. Pedro, te most nem jössz velünk. Kamera! Ja, ez a jövő! Ciao! Ciao! 17 szoros kerék! Na, neked egy jó kis Toyota. Na, adj el! Van egy ilyen T-Wiz rendszerben, amit mi nem nagyon tudunk megfejteni. Miről is szól ez? Egy dinamikus feltöltése a motornak. Lényeg az, hogy lezárja a szívócsatorna egy részét, és így felgyorsítja az áramlást a szívócsatornában, és alacsony fordulaton is
megfelelő volumetrikus hatásokat biztosít a motornak. 16 szelep miatt, amit alacsony fordulaton elveszt nyomatékot és teljesítményt, azt visszaadja pótolja. Ez egy olcsó megoldás, nem igényteren, nem olyan értelemben olcsó, hanem nem igényel a motornak a fő darabjaiban látható átalakítást. Ez ilyen 15-20%-at növel teljesítménybe, de mondom, inkább visszaadja a nyomatékot az alacsony fordulatokon. A 16 szelep az minden esetre biztosabban bírja, mint a én két tüdem. Rúgd be a bringát, hogy nézzük meg, hogy okay. Szól. Hang az jó, nem? Igen, hát hallatszik rajta, hogy hang nem. Az jó. Nem egy bevásárlókocsira készült. Húzottuk az autót, váltás közben ad egy ilyen sziszenő, recsenő hangot, az igazából mitől van? Hát ez attól van, hogy ugye a levegő elindul, meg áramlik a szívó szelep felé. Megindul, amikor ugye a dugattyú lefelé alatt. De amikor bezár a szelep, akkor ez megtorpan ez az oszlop. Igen, meg itt. És hát ezt hallod, ahogy bent a mindenféle éleken, meg kiképzéseken, ahogy a szelep nyak ki van alakítva, ahogy megtorpan, úgy ezt hallod. 70, mikor? 76-ba talán? Befizált. Akkor kezdték el a terveket? 83-ig rajzolták ezeket. Igen. Volt, mert először egy ilyen családi autót akartak. De eléggé két ülés is, középmotoros sportpéldre. Pont ez. Nagyon megcsúszott a ceruzában a tervezőasztalon. Lehet, hogy Sejtsi úr kicsit be volt rúgva a sok szakétól. Pár éve, tehát mi ezzel így járkálni? Hát persze vízolaj legyen benne. De hát ez vasblokkos, még nem az alumínium blokkos, még nem az a problémás időszak. Mondhatnám azt is, hogy a cél, hogyha valaki kötekedni szeretne. A lényeg az, hogy tartós, nagyon tartós. Annak ellenére, hogy sportos és nem kihegyezett, szétélezett, leforogja a 8500-öt, aztán le is dobja a szíjat, hanem kifejezetten tartósnak mondható. És ez mi? Az egy galamb. Sas. Ami hát a sportos Toyotákat valamiért ilyen madárkával különböztették meg. Hát még ez az idő, amikor még keresték az identitásokat, ugye most is mindenféle TS embléma van, előtte is volt GT-s is, meg minden egyéb. Nem tudom igazából, hogy honnan ered, de a japárokból kiindulva minden a cseresznye virágzásától fakad, tehát az a fő meghatározó ünnepségük. A japánik mondjuk egy mérföldkövének tekinthetjük, úgyhogy sok magas fordulatszámmal eltöltött órát kívánok nektek. Hát köszönjük a segítséget nélküled. Nem tudtuk, remélem, valamit tud ez a motor? Sőt, valamennyit hozzátenni. Szevasz! Lelkesek nagyon a srácok, de azért egy szerkezettan könyvet még a kezükbe adnék. Ha tudnák, hogy ebből készült még egy 5. generációs 20 szelepes motor is. Minden turbóval, titán szeleppel, kovácsolt dugattyúval, mi egymással. Csoda kérdések, hogy tartós-e. Ez maga a tartóság. Kényelmi szempontból ez az autó az nagyon egybe van, bár eléggé puritán úgy, mint a többi japán autó ezekben az időkben. Elég kemények a műanyagok, a fejemet, tarkomat szét is nyomja. Vannak itt ilyen tároló rekeszek is, egy csomó. Itt is, itt egy kazettatartó, ami egy kicsit mikorok, de nem baj. Minden 185 centi körül vagyok, és teljesen jól elférek benne. Bőven. Az képest, hogy 87-es, vagy mikor a 87-es? 87-es autóról beszélünk. Elektromos ablakemelő, elektromosan állítatok a külső tükrök. Te ez a bakelit, ez mi itt? Biztos 89 MR2, akkor ez itt a katalógusa az autónak, ugyanilyen piros van nekünk. Itt van például a Supercharged, egy nagyon menő emberrel, eléggé hasonlít rám szerintem. Csak szeretni. Nagyon future, úgy néz ki ez az egész autó, mint hogyha a Star Wars-ból lopták volna. Mondjuk a japánoknak jellemzője ez. Itt mutatja, hogy hányféle módon állítható az ülés. Ezt én is megpróbálom most. Ugye bár... Bász! Segítsél már! Ennyi van. Kusman! 1-től
10-es skálán fogjuk most elemezni az autót, ami a Super Bénától a Turbo Metal kategóriáig terjed. Pedro, te most nem jössz velünk.